Emlékeztetném arra, hogy a normától némileg eltérő magyarországi viszonyok között egy volt politikai államtitkár a bíróság tárgyalására vár, mert azzal vádolják őt, hogy állami hatáskörébe tartozó állami vállalatokat arra kényszerített, hogy egy egyéb iránt üzleti alapokon működő futballklubot támogassanak kereskedelmi szerződésnek átszázott formában. Az előbb már emlegetett politikus kollégája, ha ő valóban ilyen kemény lesz, és azt mondja, hogy gyere álljunk ki a nyilvánosság elé, ott beszéljük ezt meg, akkor azt fogja mondani, hogy elmegyek X vállalathoz, amelyiknek lehet, hogy én vagyok közvetve közvetetten a főnöke, megbeszélem a fiúkkal, megy a pénzt tovább. De hát ön mondta, hogy ezek átszázott szerződések voltak. Hát ez egy átszázott ország, ne tegyünk már úgy, mintha nem az lenne. Jó, szépen lassan fejtjük fel ezeket a szálakat. De csak olyan tempóban, ahogyan el tudjuk magunk is viselni, hogy átalakítunk bizonyos viszonyokat. Ebben nem szabad tűzzel vassal persze előre menni. Nem ördögűzésről szól a politika. Arról szól a politika, hogy úgy gondolom, hogy időnként elválik egymástól az észszerű, a többség által igazságosnak tartott, és a megvalósuló. Most is ez a helyzet. Nem kell tisztességtelennek lenni. Senki nem kötelezi arra az embereket, hogy tisztességtelenek legyünk. És azt hiszem, hogy azt kell mondani a politikus kollégáknak, és nem hiszem, hogy nem lehetne ezt mondani. És azt kell mondani az állami vállalatok tulajdonosainak, hogy tessék azt a felelősséget érvényesíteni, amely felelősség alapján benneteket megválasztottak. Nekem is ezt kell tenni, egymásnak is ezt kell tenni.